A neve? Schlag Christian. Foglalkozása? Jelenleg nincs munkám. Van családja? Vannak barátai? Látom, erre a kérdésre nem szívesen válaszolna. Mit szokott csinálni szabad idejében? Ami jön, ezt-azt. Értem. Az aktája szerint ön szolgált a seregben. Miért szeret le? Erre muszáj lenne válaszolnom? Nem muszáj, de az ön érdekében célszerű lenne. Édesapám és nagyapám is katona volt, így amikor végeztem a középiskolával, nem volt túl sok választásom. Kisgyerekkorom óta tudtam, hogy ezt fogják elvárni tőlem. 19 évesen jelentkeztem a seregbe, és zöldfülüként a győri ezredben kezdtem kolozsvári százados kezé alatt. Aki hírhet volt a brutális kiképzés módszerében. Miatt kisfiam, nyomadni csüket a csöngőt, de gyorsabban! A hullás semmi se! Rengeteg nehéz pillanat volt, de tudtam, hogy ha büszkévé szeretném tenni a családomat, legfőképpen édesapámat, akkor nem adhatom fel. Mi van, buhányok, ennyit tudtok? Nem akarok nektetek megnyugleni a csatába! Ez semmi se! Ez nulla! Nem értette, nulla! Egy, kettő. Miután leküzdöttem a nehézségeket, és végeztem az alapkiképzéssel, kihelyeztek Kongóba rendfenntartónak. Az ellenség ránk nem talál, az ellenség ránk nem talál, váráljuk a véres halál. Itt 2x6 hónapot húztam le, hazatérve pedig megkaptam a legmagasabb kitüntetési fokozatot, a hazáért érdemjelet, illetve hadnagyi rendfokozatot kaptam. Christian Véd, lépjen ki! Ez hogy jön ide? Nézze, így nem fogunk egyről a kettőre jutni. Szóval játszunk egy játékot. Én kérdezek, maga pedig válaszol. Aztán fordítva. Megegyeztünk? Legyen. Külföldi szolgálatom alatt megismertem egy német katonatisztet, akivel nagyon szoros baráti kapcsolatunk lett. Az egyik küldetésünk során, amikor egy stratégiailag fontos vonalat kellett megtartanunk, találat érte Vilmost, aki súlyos sérülést szenvedett. A karjaim között halt meg. Akkor kezdem én. Ki ez itt a képen? Az édesapám. Miért tartja magának a képét? Talán elhunyt? Egy őszi este apa szerette volna megünnepelni a születésnapomat. Kedvenc éttermünk a Taivo felé tartottunk. Mivel fáradt voltam, megbeszéltük, hogy elvitelre kérjük a vacsorát. Odaérve mondtam apunak, hogy nyugodtan várjon meg kint. A pulthoz léptem, ahol Zita fogadott nagy mosollyal. Szia, Zita! Ó, szia, Barney! Van egy rendelésem. Már nézem is. Üvöltést hallottunk. Rohantam a kijárat felé. Riadtan néztem körbe, három sötét alak nézett felém, majd elfutottam. Mire lenne még kíváncsi? Látta már ezt az embert? Láttam már. Mit csinált pontosan szombat este 9 órakor? Az úgy volt, hogy lementem a szokásos helyemre. Jó napot! Van egy kis bolt a házamtól nem messze. Kávé lesz, még legyen szíves. Rendben. Másfajt esetleg köszönöm.
Minden teljesen rutinszerűen történt. Vettem pár dolgot, fizettem, majd kisétáltam. Köszönöm. Viszlát. Viszlát, szép napot. Amint kiértem a sorokra, hallottam, hogy az eladónő segítségért kiált. Segítség! Tolvaj, kapjál! Azonnal megfordultam, de akkor a rabló már felén futott. Pisztoly volt nála. Csak mikor már a kezemben tartottam a fegyvert, akkor jöttem rá, hogy mi történt valójában. Csak rosszkor voltunk rossz helyen. Mind a ketten. Miért nem mondta eddig, hogy önvédelemből tette? Eddig csak parancsból öltem. Sose voltam ilyen szituációban ezelőtt. Tehát azt állítja, hogy önvédelem volt. Biztos benne, hogy nem volt más megoldás a gyilkosságon kívül? Ha jól emlékszem, most én kérdezek. Különben is. Maga mit tett volna állján be? Nem tudom, sosem voltam még ilyen helyzetben. Nem kereste meg az apja gyilkosait? Hogy jön ez most ide? Különben is, most én kérdezek. Hogyan tud azzal a tudattal aludni éjszaka, hogy maga tárna valamit az ügy érdekében, és mégsem tesz? Miért olyan biztos ebben? Nem is sejtik, lehetnek azok. Pontosan tudom, kik voltak. És ő mégsem tett semmit, hogy megtalálja őket. Hazugság! Én mindent megtettem. Biztos nem ismeri ezt az embert korábbról? Nem ismerem. De ahogyan látom, maga se ismerte igazán az apját, és nem is szerette. Ha igazán szerette volna, megtett volna mindent, elment volna a végletekig. Megkereste volna az apja gyilkosait. Megtenne mindent azért, hogy megkapják, amit érnek. Elég! Én igenis megtettem mindent. Megkerestem azokat a rohadékokat. Több hónapig követtem őket. Megfigyeltem minden lépésüket. A megfelelő pillanatban pedig lecsapott.